ajándékutalványt kap minden szexuális család, ahol 2019. január 1-e után született gyereket nevelnek. A több gyermeket nevelő családok többször is részesülhetnek az önkormányzat támogatásából. Erről döntöttek a Tolnai megyeszékhely képviselői hétfői ülésükön. Ahol a figyelünk a családokra, és fontosak nekünk a családok, és ezt szeretnénk megjeleníteni, és hát természetesen ez egy kis kapocs lehet a városhoz, azt szeretnénk, hogy még élhetőbb, még vonzóbb lenne a szexuális a fiatalok, kisgyermekesek számára. Az ajándékutalványokat tápszerre, étrendkiegészítőkre, vagy akár ruházatra is be lehet váltani. Szexárdon nem ez az első alkalom, hogy a helyi önkormányzat célzottan segíti a városban élő kisgyermekes családokat. 2016 óta több SCZO rendeletet is hoztak. 2016 márciusában döntöttük arra, hogy az ultrahangos vizsgálatot a kisgyerekek esetében megfinanszírozza a város valamennyi szexárdi lakóhelyen rendelkező kisgyermekes család részére, illetve a három gyerekes vagy több gyerekes keresztülések esetében egy évi gondozót biztosítunk minden költségével a családok számára. A most elfogadott rendeletnek köszönhetően évente több mint 400 szexárdi újszülött családjának tud segítséget nyújtani a város.